Üdvözlöm Önöket! Ma is sok érdekes programmal készültünk, tartsanak velünk, már is mondom a részleteket. Ilyen a jazz komolyan címmel ad koncertet a Miskolci Szimfonikus Zenekar január 27-én szombaton délelőtt 10:30-tól a Művészetek Házában. Az előadást Lakner Tamás 2015-ben indította útjára, azóta országszerte hatalmas sikerrel fut. Interaktív, szórakoztató, mégis lényegi információkat ad át a műsor, amit ezúttal a miskolci szimfonikusok hoznak el a közönségnek. Elsősorban az iskolásoknak, családoknak, hogy ők is részesei legyenek egy csodálatos, magával ragadó kalandnak a zene világában. A szombati koncertet Gál Tamás vezényli. Barokk dallamok modern stílusban a Recita Trio előadásában. Az együttes új felállásának első miskolci koncertjén ütő hangszereken játszik Kékes Zsuzsa, gitáron Vihula Mihályló, barokk furujákon pedig Szurasenko Dániel. A koncert a Miskolci Galériában pénteken este 6 órakor kezdődik. Az Ökumenikus Egyetemi Lelkészség idén is megszervezi az Ökumenikus Ima Hét kiemelt alkalmát a Miskolci Egyetemen. A díszaulában a közös imádság szombaton délután 4 órától kezdődik. A találkozón részt vesznek a történelmi egyházak püspökei, lelkészei, papjai. Az eseményre az MVK ZRT külön járatot is indít a rendezvény előtt és után az egyetemi megállótól. Január 28-án vasárnap a Miskolci Állatkertben főszerepet kapnak hazánk őshonos ragadozó állatfajai, a farkasok és a hiúzok. Délután 1 órától ezekről az állatokról Gombkötő Péter, gerinces zoológiai szakreferens beszél majd az érdeklődőknek. Emellett a nap tematikájához kapcsolódó látványetetéseken vehetnek részt az állatbarátok. Az állatkert dolgozói egy játékos vetélkedővel is készülnek. A nap végén a legeredményesebb résztvevőket könyvekkel jutalmazzák. Kedves nézőink, ennyi fért a mai programpontba, köszönöm, hogy velünk tartottak. Találkozzunk pénteken is a híradó után. Viszontlátásra! A műsor támogatója a Calvin Klein Arena Plaza.